Egy szekszárdi férfi tartott hazafelé a hatos úton néhány nappal ezelőtt, amikor a Szekszárd és Kakast közötti szakaszon nem sokon múlt, hogy elüssön egy szarvast. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha vadat látunk, érdemes lelassítani az autót, ha pedig hirtelen nagy testű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezni kell, adjunk hangjelzést, de nem szabad félrerántani a kormányt, még ha így el is ütjük az állatot. Egy útmenti fának vagy a szemben közlekedő autónak csapódva sokkal súlyosabb baleset következhet be. Számítani kell a vadakra Tolna megyében az utakon, különösen mostanában, mondja Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei szervezetének titkára. Nagyon sokszor YouTube-on lehet látni több százas csoportba verődött szarvas rudlikat szakszóval, amelyek ráadásul vegyes ivarúak, teljesen ellentmond a normális természetes viselkedésüknek. Ez általában a fokozott zavarás miatt képződnek ezek a nagyobb csapatok. Ez összefüggésben, ebben az időszakban összefüggésbe hozható az erdő járással, a szarvasok zavarásával, az agancs hullajtás, agancsgyűjtés miatt. Király István azt mondja, hogy az elmúlt közel 60 évben drasztikusan megnőtt a vadállomány Magyarországon, és már-már kezelhetetlenné vált, mert a 65 ezer vadászból mindössze 13 ezer vadászik rendszeresen, és hiába vannak bérvadászok, gyorsabban nő a szarvasok vadak száma, mint amennyit kilőnek, ami a mezőgazdasági károk és a közlekedési balesetek száma miatt is aggasztó, mondja. 2017-ben országosan megközelítőleg 34.500 gimszarvas volt, és 12.000 körüli a dámszarvas. Ebből a megyéből 2.270 gim, míg 2.600 dámbikát tartottak nyilván.